Méltányos oktatási nevelési környezet megteremtésével az esélyegyenlőségért címen közel 500 millió forint értékben újul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kékcse település óvodája és általános iskolája. Az Új Magyarország fejlesztési program keretében 436 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat fejlesztésre, melyhez közel 50 millió forint saját fejlesztési forrást biztosít a település. Az iskola alapkövét helyezték el, ezzel megindulhat az egy éven át tartó beruházás, melynek eredményeként megvalósított új kibővített épületet 2010. augusztus 31-én adják át a Kékcsén élőknek. Az ünnepélyes keretek között elhelyezett alapkő jelzi, indulhat a beruházás. 2009. júliusa és 2010. augusztusa között ugyanis egy sikeres pályázatnak köszönhetően Kékcsén megújul és kibővül a helyi óvoda és az általános iskola. Az Új Magyarország fejlesztési program keretében 436 millió forintot költhet a település arra, hogy az 50 óvodai férőhelyes épületet felújítsák, és 25 férőhelyjel tovább bővítsék azt. Erre van is igény, hiszen az óvoda jelenleg 130-140%-os kihasználtsággal működik. Az önkormányzat a pályázat mellé további 50 millió forintot tesz önrészként, így együttesen az iskolában a 4 tantermes már meglévő iskolaépületet tudják majd felújítani, és emellé egy másik, szintén 4 tantermes új iskolaszárny épülhet. Tornateremmel, 200 fős főzőkonyhával és 150 fős közétkeztetést biztosító étteremmel is bővül majd az oktatási intézmény. A projektfejlesztés másfél évig tartott, addig nagyon keményen dolgoztunk rajta, mindannyian, nagyon sokan, és most, mikor elérkeztünk az alapkőletételhez, szembesülünk vele, hogy mindezt egy év alatt kell megvalósítani, nagyon örülünk neki. Mindent vállalunk, nagyon el volt maradva a településünk, szeretnénk felzárkózni minél hamarabb a térséghez. Úgy látom, sikerül, mindenki nyitott mindenre, és ez nagy öröm számunkra, ez mindig újabb és újabb erőt ad nekünk. Az első fordulóban 59 helyen valósul meg ilyen beruházás, ha pedig miután lezelőtt a második kör, azt tudom mondani, hogy az Észak-Alföldi régióban 80 helyen kezdődik el iskola és óvoda építés és korszerűsítés. A vasat és a téglát fogjuk tudni idehozni. A többi azoktól a helyi közösségektől függ, akik felelősséget éreznek a gyermekek iránt. Az előbbiekhez kapcsolódóan az intézmény fenntartó önkormányzat 2009 év elején sikeresen pályázott az alapfokú oktatás-nevelés tartalmi fejlesztésének megvalósítására is, amely egyszerre szolgálja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének javítását, a sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai integrált oktatásának felmenő rendszerű bevezetését és valamennyi gyermek jövőbeli munkaerőpiaci versenyképességének kompetencia alapú tudásfejlesztését. Nagyon örültünk ennek a pályázatnak, és hogy megnyertük, mivel már legalább látjuk a lehetőséget, hogy tovább léphetünk a munkánk fejlesztése terén, a gyerekek nevelése terén. Már a pályázat elnyerése után átdolgoztuk a programunkat, hogy mi már az új programmal rendelkezünk, ami majd az új óvodába fog teljes egy egész évben megvalósulni. Nagyon lényeges változás fog bekövetkezni az iskola életében, mert ha azt nézzük, hogy 3 telephelyen tanítottunk eddig, ahhoz képest minden ilyen egy helyen leszünk, a felszereléseink sokkal jobbak lesznek, tehát a tantermek felszereltsége, az oktatás színvonal ezáltal javulni fog, és remélhetőleg sikerül gyerekeinket meggyőzni arról, hogy itt maradjanak. Az ünnepségen elhangzott, a település pályázni kíván további Európai Uniós forrásokra is, hogy az Európai Unió által megfogalmazott célkitűzések hatékonyságát és eredményességét tovább tudják növelni.